Újabb pályázatra nyílik lehetőségük a mezőgazdasági termelőknek október 1 -től. Ekkortól nyújthatják be pályázati kérelmüket a baromfi, sertés, szarvasmarha, jó és kecske tartótelepek, valamint lótenyésztők és méhészetek telepük fejlesztésére. Jelentős támogatást nyerhető ősztől többek között különböző technológiák beszerzésére, istállóépítésre, vagy éppen hőszigetelésre. Állategészségügyhöz, takarmányozáshoz és az állattartáshoz kapcsolódó. Ö technológiák, járó technológiák fejlesztésére, korszerűsítésre, és az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására, manipulálására, szolgáló létesítményekre lehet pályázni. A támogatás célja az állattartó telepek megújítása. A szakember azt mondja, igen magas összegű támogatást lehet nyerni ezen a pályázaton. Az igényelhető támogatás akár két milliárd forint is lehet telepenként. Az alsó határok vannak ennél a pályázati kírásnál ö, meghatározva. A baromfi és sertéstartók minimálisan 100 millió forint támogatásra kell, hogy pályázzanak, vagy ennél nagyobb összegre. A szarvasmarha tartók esetében ez 50 millió, és a, a juh- és kecske tartók és az egyéb állattartóknál 5 millió forint a minimális támogatási összeg. Október 1-től november 2-ig lehet pályázni első körben ezen a pályázaton. A második szakasz január 4 és február 1 -e között lesz majd. A támogatás várható keretösszege 50 milliárd forint.